Látjuk már, hogy hova kell érkezni. Királyságban. Szel? Kubicon vagyunk, Kubitban. Tarragona előtt. Szerkeszteni a videókat a YouTube-ra, úgyhogy már megijedtünk, hogy nem lesz Barcelona folytatás. Úgyhogy nem maradtok elvileg videó nélkül, reméljük, hogy nem szarik be megint. Nem jött össze. Félek is, amúgy. Akkor már nem ér le a lábam, az kopfara. Ott állunk az autóval. Lidl parkolóban gondolnak a lakóautósokra is. Kimondottan lakóautós parkoló. Torreden barrán vagyunk, ez itt a nagy homokos plázs, jó puha a homok, kutyák találtak mindenféle csontokat, mert mit eszel? Puha a homok, fai puha. Na szóval most itt álltunk meg El Katlárban pontosabban. A környezet az jónak néz ki. Nézzük, hogy átmegy a kutya a vizen. Debi? Itt egy nagy vasúti viadukt. Itt látható, ott szoktak mászni. Vannak ilyen kis kövek, meg ilyen színes gumi izék felfurkálva. Tarragonában vagyunk. A hátunk mögött az emberi toronyról látható egy emlékmű. Az úgynevezett Castellarok. Nagy hagyománya van itt Katalóniában, legfőképpen Tarragonában, hogy emberek tornyokat alakítanak, és ennek ez a jelképeit Tarragona szívében. Szóval ez itt az amfiteátrum. Negyed 10 van, most érkeztünk meg Tarragonába, és egy jó 3-4 óra múlva kezdődik a tűzijáték fesztivál. Találtuk a helyünket, ahol ülni fogunk a tűzijátékkal. Pár perc és kezdődik a tűzijáték fesztivál. 800 kiló pirotechnikai cuccot fognak fellőni. Pontosan kezdték. De jól nézett ki a vizem. Több fokozatban lőtt ki egyből. Nagyon komoly!
itt a tűzijáték verseny. Lényegében ez egy verseny, és 4 napon keresztül tart. Első napja. Igen, és ez volt az első nap, úgyhogy még valószínűleg holnap megnézünk egyet, aztán pedig a többit azt nem. De minden esetre nagyon jó volt. Meg volt a mai napi kis meglepetésünk is, ugyanis kutyasétáltatás közben egy idős bácsi megállt a kocsival, és adott nekem egy szatyornyi pár zöldséget. Benne ez cukkini, azt hiszem, csak ilyen érdekes a színe, illetve paprika, paradicsom. Fesztivál vagy tűzijáték verseny második napján vagyunk. A helyszín az teljesen ugyanaz, ahonnan tegnap néztük. Pontosan kezdik a tűzijátékot, úgyhogy telefonon nem mutatja másodpercre pontosan, de pillanatokon belül el fog kezdődni a tűzijáték. Ja. 30 vált ugrott és már kezdődik is. Pattogna, azt bum. De jó! Az hogy megmaradt, látod? Egy végül is az a kis. Aha.